A koronavírus járvány megjelenése óta téma Szekszárdon, mi lesz az idei szüneti napokkal. Abban szinte mindenki, szervező, városlakó, borász, politikus egyetértett, amennyiben csak lehet, meg kell rendezni a város legnagyobb kulturálisan és turisztikai szempontból is fontos rendezvényét, nem is beszélve arról, hogy a fesztiváldíjas szekszárdi szület a város országos ismertétételében is kiemelkedő szerepet lát el. Bár kívülről nézve az erők egy irányba hatottak, a végén mégis az a döntés született, le kell mondani az idei rendezvényről. Hogyha áttekintjük Magyarország fesztivál térképét, akkor azt láthatjuk, hogy minden nagyobb városban és minden nagyobb területen megvannak azok az emblematikus rendezvények, amely ismerté és turisztikai szempontból vonzóbbá teszik a települést és a környéket. Ugye, hogyha Debrecenről beszélünk, akkor nem kérdés, hogy a Virágkarnevál, vagy hogyha Balatonfüredről beszélünk, akkor nem kérdés, hogy az Annabál, viszont hogyha borfesztiválról beszélünk, vidéki borfesztiválról, akkor azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy a szekszárdi szüreti napok. És ugye 2020-ban a szervezőbizottság döntése értelmében a rendezvény az elmarad, hogy ennek mi a valódi oka, és hogy a koronavírus ebben mennyire játszik szerepet. Nyilvánvalóan szerepet játszik, hogy mekkora százalékban, én azt gondolom, hogy ez vita tárgyát képezhetné, hiszen a felek között adott esetben nem volt egyetértés, a vendéglátók, illetve a borászok és a szervezők és a politika között mondhatnám azt is, hogy volt némi turbulencia, de azt gondolom, hogy át tudtunk volna ezen lendülni, hiszen mindannyiunk közös érdeke az, hogy ezt a kiváló fesztivált megszervezhessük a régi fényébe. És hogyha már a régi fényénél tartunk, akkor ugye azt el kell mondjam, hogy az elmúlt években óriási lendületet vett ez a rendezvény, és Magyarország egyik legnagyobb vidéki fesztiváljává nőtte ki magát a szekszárdi szüreti napok, amely azt gondolom, hogy egy példaértékű összefogásnak az eredménye, mind a városban lakók, mind pedig mind a résztvevők, a fesztiválszervezők, illetve a politika részéről azt gondolom, hogy mindig egyetértés volt abban, hogy ha Szekszárdot valami ismerté és elismerté teszi, az akkor egészen biztosan benne van a szekszárdi szüreti napok ebben a körben. Én őszintén sajnálom, hogy annak ellenére, hogy azt gondoltam, hogy ez egy szakmai kérdés, annak ellenére mégiscsak politikai kérdés lett belőle. Én büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években minden elismerést, amit egy vidéki fesztivál megkaphat, ezt a szekszárdi szüreti napok megkapta. Büszke vagyok arra, hogy talán a leglátogatottabb és a legminőségibb fesztivált szerveztük meg a tavalyi évben, és arra is büszke vagyok, hogy a Fesztivál Szövetség is minősítette a fesztiválunkat, és tulajdonképpen mindenki egyhangon egyetértett abban, hogy a szekszárdi szüreti napok az ország egyik legnívósabb rendezvénye. Úgyhogy bízom abban, hogy ez a felelősség fogja nyomni minden politikai szereplőnek a lelkét, és bízom abban, hogy ezzel a felelősséggel fog minden szekszárdi ember gondolkodni, amikor a szekszárdi szüreti napokról beszélünk, hiszen azt gondolom, hogy közös érdekünk az, hogy ez a rendezvény a jövőben legalább annyira legyen sikeres ez a fesztivál, mint az elmúlt években volt. Én egészen biztos azon fogok dolgozni, hogy ez a fesztivál hasonló pompájába tudjon megmaradni, mint ahogyan ezt megszokhattuk. Presztízsveszteség egyértelműen az, hogy Szekszárd nem fogja tudni megrendezni 2020-ban ezt az eseményt. Nyilván mondhatjuk azt, hogy nagyobb városok sem vállaltak fesztivál szervezést, és azt látjuk, hogy például Németországban is a legnagyobb fesztiválok az őszi időszakban elmaradnak. Én továbbra is azt gondolom, hogy a legfontosabb az egészségünk védelme és az emberi életnek a védelme. Hogyha azt kívánja meg a kulturális élet szereplőitől, hogy tartsanak önmérsékletet és lehetőség szerint ne szervezzenek tömeges rendezvényeket, akkor én azt gondolom, hogy ezzel kell hozzájárulni a védekezéshez. A szervezőbizottság minden előkészítő lépést megtett annak érdekében, hogy legyen szekszárdi szüreti napok. Ám a részletek megvitatása szétzilálta a közös akaratot. Én is részt vehettem abban a szervezőbizottságban, amelyben ugye a borászokat és a vendéglátósokat is képviselték, illetve én fesztivál igazgatóként képviseltem a szakmát, de azt el kell, hogy mondjam, hogy az Éljen Szekszárd frakció képviselőiből, illetve külsős bizottsági tagjaiból állt ez a testület, ami azt gondolom, hogy elegánsabb lett volna, hogyha egy kicsit szélesebb
tábort szólítottak volna meg, még akkor is, hogyha a koronavírus közbeszólt és nem lesz rendezvény. Bízom abban, hogy a jövőben mindenki nagy felelősséggel fog gondolkodni a szexedi rendezvényeket illetően, kiváltképp a szüreti napokat illetően. Egy ekkora rendezvénynek a megszervezése az időt igényel, nem azért, mert lassúak vagyunk, hanem éppen azért igényel sok időt, mert ez egy óriási nagy fesztivál. Ugye többször elmondtam, hogy Magyarország egyik legnagyobb vidéki fesztiváljáról beszélünk. Egy ilyen fesztiválnak több száz oldalas dokumentációja van. Ezt is számtalanszor elmondtam, hogy számos biztonsági követelménynek kell megfelelni, számos logisztikai elvárásnak kell megfelelni, programszervezésben nagyon-nagyon résen kell lenni ahhoz, hogy minden stimmeljen, és egy ilyen fesztiválon csak a takarító személyzet, adott esetben több mint 40 fő, és azt egy időben több mint 100-an dolgoznak egy ilyen rendezvényen, amit ugye nyilván nem kell tudniuk az ide látogatóknak, hiszen nekik csak az a feladatuk, hogy jól érezzék magukat. Tehát szakmai szemmel nézve igen-igen nagy kihívás lett volna az, hogyha 2 hónap alatt kellett volna megszervezni azt a fesztivált, amelyre egyébként azt gondolom, hogy mindenképpen 6 hónapot illik és kell is számolni ahhoz, hogy biztonságosan meg tudjuk szervezni. Ugye több soron elhangzott az is, hogy a 2020-ban megtartott, vagy a 2020-as szüreti napok, amely ugye elmarad, ez egy más szüreti rendezvény lett volna, egy más fesztivál lett volna. Én azt gondolom, hogy annak az elvárásnak, annak az idézőjeles csökkentett üzemmódnak eleget tudtunk volna tenni. Hál' Istennek megvannak azok a kapcsolataink, amivel abszolút update-on tudunk fellépni egy ilyen fesztiválon. Tehát nagy kihívás lett volna megszervezni, még csökkentett üzemmódban is ezt a fesztivált, de azt gondolom, hogyha úgy döntött volna a bizottság, akkor eleget tudtunk volna tenni ennek a szervezésnek. Én személy szerint nagyon lendületesen és kihívásokkal telve álltam az idei szüreti napok szervezése elé. Idén tehát nem lesz felvonulás, esti borozgatás és nem lesznek nagy koncertek sem. Ezzel szegényedtünk, de gazdagodtunk tapasztalatokkal, melyek beépíthetők a jövő koncepciójának kialakításában, amikor már nem a vírusjárvány dönt el egy ilyen kérdést, hanem a szakmai érvek.